Szóval srácok, zónai üdvözlök mindenkit! A hétvégén sikerült néznem a Twitch-es Grandmaster Tour-t, és ugye be volt a kapcsolva a Twitch droppok, ami azt jelentette, hogyha néztük a játékot, akkor kaptunk valamennyi pakkot, bizonyos időnként, vagy valami ilyesmi. Valami nem működött 100%-osan, mert sokkal több pakkot kellett volna kapnom, legalább kettőt, viszont kaptam egyet, viszont ebben meg egy séfnomi volt, úgyhogy én nagyon örülök neki. Úgyhogy megnyílt az út arra, hogy ilyen csodálatos séfnomis deckekkel játszunk, mint például most egy kalózos séfnomi róggal. Na gyertek velem! Mert a legkeményebb ebbe a deckbe, hogy iszonyatosan drága. Tehát, hogyha így jó, nem egy Control Warrior méretű, de nézzétek meg, gyakorlatilag Leroy Jenkins-től fölfelé csak legendások vannak benne. Ugye játszunk Leroy-jal, Myra-val, Zilliex-el, magával, Togvaglével, Séfnomival, és a végén még egy jó Hook Task-kal is. Amiben egyébként vannak nyilván érdekesség, mert ugye Myra-val fel tudjuk húzni a teljes deckünket, és hogyha a kezünkben van a Nomi, akkor utána tudunk egy egész szép asztalt csinálni. A Hook Task is tök jó, mert ugye föl tudunk húzni vele kalózokat, máshogy nem, akkor mondjuk az amalgamokat. És a Togvagle is ugye tök jó, mert tök sok érték van benne, hogyha megfelelően játszottuk ki a dolgainkat, és kaptunk ugye lekiket. A Zilliex meg ugye a Snipsnap-el tök jó, mert hogy nem feltétlenül a Snipsnap-re közvetlenül akarjuk rárakni, hanem mondjuk belőle kijövő kis mikrobotokra, vagy valami ilyesmire. Úgyhogy ezek így mindenképpen lehetőségek, amik előttünk állnak. Alapvetően ugye a Rogue nincs a legjobb formájában, és ez létrán általában látszik is, de megpróbálunk vele létrázni. Van néhány fölösleges csillagom, ezt készen állok feláldozni a ti szórakozásotok érdekében, meg azért, hogy megnézzük, hogy mennyire jó is ez az utc. Na hát, és a rögtön az első delikvens. Aki egy Hunter, ki más is lenne. És valószínűleg meg nyilván. Nem tartjuk, valószínűleg nem tartjuk. Shadow Step-et tartok, hát ezt lehet. Backstep-nek jobban örülnék, de most így... borzalmas kéz. Nem baj, második körbe tudunk ugye elszájolni, ha akarok. Wow. Nyilván nem használjuk el erre a burger a coint. Na hát a Hook Task nem fogja kihúzni a kalózt. Pedig egyébként ez mennyire jó lenne már. Coin Assign, még mindig azt mondom. Vagy azt mondom, hogy ez csak sima Hero Power, és akkor azt mondom, hogy következő körben inkább miscreantezünk. Mert a Coin miscreant is jó, és akkor ugye abból van egy lekink. És akkor az jó következő körre az Assign-ra, mondjuk. És akkor kihasználtuk a manánkat rendesen. Ugye azért ezt lecsapni, mert nem akartuk, hogy bekeverje, viszont most jön nyilván a hillelős szutyok. És arra fogja rátenni a frenzit. Na nézzük. Hát, a spell felhúzás az mindig jó. Espionás. Úgyis mi emelünk alapvetően, úgyhogy espionás. Aha. Igen. Szép majd lesz az a hiéna, de hát a szepp az még nagyobb lesz. Most nem akarunk nyilván egy hatost bevenni. Ja, ez egy szép. To know
good. Me too. From nothing but power. Vogdupleng, ha visszatenné. Így most azért lehet vicces dolgokat csinálni, itt a Vogdupleng az nagyon jó volt. Tudunk négyet sebezni neki? Tudunk. És ez meg is éri valószínűleg. És nem Edwinezünk, de jó az így szerintem. Ebben a playben az egyetlen gond, hogyha Unleash the Hounds-el és a hiénával játszik, de ha meg azt csinálja, akkor a Vogdupleng még mindig jó, és feláldozta az egyik legnagyobb kombóját. Úgyhogy én azzal is rendben vagyok. Jó, az nem. Wow. Hadd örüljön, hogy mekkora hülye vagyok. Here we go. Ugye szeretjük a Vandegorunk, de most elleszünk nélkül, gondolom. Picit. Job's done. És akkor innét nem jó a helyzet. Megnézzük ezt és kitesszük egy kis eddint. Az mondjuk jó lesz következő körre. Mini Edwin. Ez így jó. Ugye így most csinálunk egy elég nagy asztalt. Húzunk? De egyébként húz a franc. Jó az így. Így most csináltak egy nagyon-nagyon nagy asztalt, amivel ő nem nagyon fog tudni mit kezdeni, és az Avengingöret meg az Evis kombóval lehet, hogy lesz letálunk. To my side. Én azt mondom, hogy ezt megcsináljuk. Ez így biztos volt, ugye? Ez is. És ez ugye pont lett.
és az overkill értéket kivettük a csodálatos scalperből. Nagyon jó. Jó. Mondtam én, hogy az overkill működik hősökre is. Nem kerültek elő a séfnomiék meg a togvágla sem, de még így is sikerült a Hunter ellen behúzni, ezt azért mondjuk nem gondoltam volna. Srác túl sok mindent vett le arccal szerintem, amit én nagyon kellett volna. Pedig igazán nagy fenyegetésünk egyáltalán nem voltak. Na mivel játszanak a priestek? Ugye ez a nagyon érdekes kérdés. Egy dolog biztos, hogy őket így nem. Coin nélkül ugye a miscreantet véletlen se tartjuk. Ezért így sok lesz a Blink Foxból. Na hát, az előbb emlegettem a Nomit, hát itt is van. Csak sima Dagger Up, azt nem Blink Fox. A Scalpert ma kirakjuk, de egyébként kirakhatjuk. De valószínűleg egyébként Fúr az Urektet játszik. Ugye van most egy új lista, amin tetszik, és egyébként nem is tudok nagyon ellene majd mit csinálni. Főleg ugye az van, hogy ezt a listát az első 8 körbe kéne megölni. Mert valószínűleg ki fogja tenni, az egyébként nem olyan rossz az a listában. Valószínűleg ki fogja tenni az Obsidian Statue helyett, ami van az új csodát. Ja. Hú, te szkasz király. Meg tegyük ki akkor a Scalpert. És azt mondjuk, ha át tudjuk húzni a Shadow-val, és belecsapni valami nagyobba, vagy kisebbbe, vagy bármivel egyáltalán, akkor az jó. Na? Ó, hát Ziliex-el játszik, beszarás, és nem tudom csinálni, ugye már. Aj, Slipstep nem oldja meg a problémámat, az a baj. Muszáj Blink fog szólni? De mi van, hogyha kiteszem, kiteszem a Blink Foxot, hát ha jön belőle valami smite, vagy ilyesmi. De egyébként ez így nem annyira rossz. Ja, valahogy így. És kitesz valamit, akkor azt, ja. Ugye még nyilván mindig ingyen van a trade neki, de most az vajon egyáltalán jó, de nyilván mert Resurrect pulját akarja felduzzasztani, és hát de amúgy, na várjunk csak. Most azon gondolkodom, hogy egyáltalán ez az a deck, amire gondolok, mert szerintem nem játszik Ziliex-et. Meg ami miért játszana egy Priest Ziliex-et? Tehát önmagában neki semmit nem ér szerintem az a Resurrect. Tehát hogy így ez nekem nagyon furának tűnik. Így eléggé. És egyébként vissza lehetett volna húzni egy Sniff Snap-et, de szerintem az olyan nagyon, nem tudom, az olyan greedy lett volna, de meg egy snipsnapet kiteszek 6 manán, meg nem a mikrobotokból, meg az ilyesmiből nyerek, azt hiszem. Ez egy nagyon erős hetedik kör volt. Hát gondolom ezt rátesszük, és akkor nem tudom szarcok. És nem degarappozunk, na jó, de... És gondolkodtam, hogy ő egy nagyon durva kontrollista, és játszik még Harrison Jones-szal, akkor ez a degarapp nem volt jó. De szerintem nem. Viszont a hookteszk az itt most jó. És akkor ugye Mass Hysteriára az... Wow. Csak a kéberretet. El nem megcsinjük a hooktaskot, az a legnagyobb tempó, amit itt tudunk játszani. Az egyik ilyen kis hurkát az visszahúznám.
Tudom, hogy a legnagyobb tempó abban lett volna egyébként, hogy a tokvaglét megcsinálom, de belőle tud kijönni érték, és azt szerintem jobb. Mert most csinál egy hisztériát, aki kb. Minden hal. Így viszont belőle tudok valamit felfedezni. Ja, amúgy ez szar, hogy ezt is kirakta. És nem a 3-4-eket. Ott van. Ott is van. Mi van, hogyha ezt áthúzom? Na várjunk. Hogy állunk? Egyet be kell ütnöm, akkor ez megvan. Ja, meg az ő damage-e is. És akkor arcad, bőven meglettem volna jól. Számolgatok, aztán így simán megvan. Leroy nélkül is meglett. Vagy a scalpert még bele, vagy a hook task-ot még se csaptuk. Na hát a Rogue Mirror. Shadow Step-eket szerintem így, nem tudom. Értékre megyünk Rogue ellen? Ja, lehet, hogy mehetünk értékre. És akkor meg jó, hogyha ott marad. Hát a Vendettára, hát így nem tudom. Jó, nyilván működni fog a Vendetta szerencsére, de nem olyan, mint a régi eszpionázsos dolgok. Izgalmas első három kör, de majd most a róka megoldja. Na hát, Blink Fox into Blink Fox. Hát amazing főnök, amazing ám. Jó. Ezt gondolom megcsináljuk. A Biology Project? Nem akarom. Killing csak nem akarok. De egyébként ez lehet. Nyilván saját körre jó lesz, amíg ezt lehetett volna Vendettára venni, csak hülye voltam. Na mindegy. Visszahúzom. Ja, a Vendetta sokkal jobb lett volna, sokkal jobb asztaltad. Ja. És ez akkor Blink Fox megint, és akkor mehet a Vendetta. Csak hogy játszom ki a legjobb manámat? Lehet a Blink Fox, lehet a Bulglár, és akkor úgy. Ja. Hát most... Az Execute jó a Snipe, úgyhogy vagy a Snipe egyébként csinálhatna jót. Az Execute az jobb. Csak a rókák. Jó, hát is az asztal az övé. Jó, mit csinálunk ezzel? Amíg az Iliex az elég jónak tűnik. Mind megoldás. És erre megint lehet amazingezni. Visszahúzom egyébként az Iliex-et? Na, lehet, hogy nem. Jó, ez így. Wow. Mondjuk egy dolog biztos, legalább nem jön az oldekkel játszunk. Ez lehet eszáj. Ó, nem teljesen. Megütöm és mehet az execute-re. Amúgy ez lehet, hogy jó. Mert visszagyógyítunk is nagy részt, úgyhogy teljesen minden. És sokkal nagyobb lényekkel meg nem játszik. És még ez így is jó.
dead. Traitor. No tail. Yeah. És így nagyjából mindegy volt, hogy megütöttem, vagy nem, HP-ban majdnem ugyanott vagyok. És akkor lehet a következő körben a hook tesz. Na. És ott az a szá... Ó, egy Evis-t elhasznált. Ez nekem csak jó. Ez konkrétan jó. Na, hook task, és akkor megnézzük, mivel kell trédelni. Ugye az egyik, sőt, mindkét bulgár kiment már. De egyébként ez annyira tipikus. Ilyenkor húzik érdem, mert... Dupla a magam. Hát akkor az egyiket beáldozott. Jövőn is már nincs, tehát nem tudja visszarakatni a kezünkbe. Ejjjjj. Az jó. Hukteszket nem akarom visszavenni, az amalgamot nem akarom visszavenni, a Cutthroatot sem akarom visszavenni, úgyhogy így... Ja, az így jó. Jaj, de jó. És mit raksz rá? De ez így önmagában az erek sokat nem csinál. Na hát jó Leroy. Hát nagyon messze vagyunk még attól, hogy a Leroy jó legyen nekünk. Viszont ezt megcsináljuk szóval. Ez simán. Eye for an eye. Nem jó. Beasting. Jó. Kiveszik az eye for an eye-t. Csak így. Ijesztésképpen szerintem. Még kiteszik a scalpert. Don't come cheap. Tegyük ki az iPhone-nál. Úgy sem jön el arcra egyébként. De ha meg igen, akkor egyre közelebb vagyunk a letához. You have no idea. Na fene. Igen. És ennyi. Na jó, ez semmit nem ért. Ha jól számolom, akkor nyertünk, nem? Ha máshogy nem, akkor Leroy Shadow Step-el biztos. Ugye az egy 12-es, és az ki is jön 80-ából. Wow. Csak nem lesz még egy köröt főnök. Azt hittem elviszazik. Jó, de ez így is megvan. Nyilván kérdezte volna, hogy és hogy csinálok még két damage-et? Hát... Leroy-jal. Wow. Hát srácok, nem értem, hogy ez a lista hogy nyert. Mert sokkal kevesebbet néztem ki belőle, mint amennyit hozott, de hogy az, hogy az összes meccset megnyerjük most, az meglepett. Nem, egyáltalán nem számítottam rá, hogy a bevezetőben is mondtam, hogy kész voltam feláldozni az extra csillagaimat, de most nem kellett, úgyhogy konkrétan csillagok, hogy gyűjtöttünk, lassan négyen vagyunk. Ami azért standard, jó, megszokott általában lenni, amikor így amikor véletlenül besikerül, de amúgy meg tudjátok, hogy öt után én már csak vicceskedek, mint ahogy ez a mai videóban is sikerült. Ami szerintem érdekes, hogy a nagy, sem a Nomish kombót nem láttuk kijönni, sem a Togvaglés kombót, tehát hogy így egyikből se szedtünk ki kimondottan nagy értéket, viszont önmagában a Lekikből, a Vulglárokból,
meg ilyesmikből tudtunk, meg hát nyilván a Cable Redből tudtunk értéket kiszedni. A Bitray sem hozta meg azt, amit kellett, viszont önmagában a Priest-ele, mondjuk az a Shadow Madness, az világi volt. Tehát, hogy anélkül nem tudom, mi a francot kezdtünk volna jó, anélkül mondjuk lett volna egy szepp a deckben, ami meg így a franc se tudja, hogy merre járt. Úgyhogy igen, a Priest-nek azt ő ott kirakta, és arra játszott, hogy nincs szeppem, és hát igaza volt, nem volt szeppem, viszont volt helyette más, amivel így konkrétan besikerült a dolog. Meg egyébként a vendetták. A vendetták nagyon jók a deckben, főleg, hogyha nem Rogue ellen játszom, mert igazából mindegy, ugye a Blink Foxon kívül gyakorlatilag minden lapon más kaszból is tud adni dolgokat, úgyhogy azzal én rendben vagyok, és hogyha nem hülyeségre használom vendettámat, vagy egyáltalán használom, és nem a Blink Foxot csapom bele, akkor igazából meg mindegy is. Hát akkor ez lett volna most Rárának a csodálatos Pirate Chief Rogue-ja. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!